Sziasztok, én Szeni vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Ebben a videóban az Avonnak az idei 24 napos adventi kalendáriumát fogjuk kibontani. Ez a naptár idén 100 euróba kerül, én a német Avon oldalán rendeltem. Elérhető egy 12 napos naptár is, az, hogyha jól emlékszem, nem akarok hülyeséget mondani, de talán 50 euróba került. Gondolkodtam rajta, hogy megrendeljem mind a kettőt, de végül úgy voltam vele, hogy megrendelem inkább a nagyot. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz bennem, mert 100 euró szerintem eléggé drága. Majd valahova ideírom, hogy tavaly mennyibe került, mert nekem ilyen 60-70 euró rémlik, és az azért eléggé nagy áremelkedés lenne. Így néz ki kívülről a naptár, hát egyáltalán nem karácsonyi, de nézzük meg belülről. Aki belülről már azért kicsit az. Egész jó, tetszik rajta, hogy nagyon színes, jók a motivumok. Igazából nagyon-nagyon hasonlít a Kiehl's adventi kalendáriumra. Itt látszik, hogy az emberek buliznak, ünnepelnek, valaki csak pihen, relaxál, díszít. Szóval azért eléggé ilyen kis decemberire sikerült. Első nap egy rózs van a Marvelous Mocha árnyalatban. Ez egy eléggé ilyen nódos barnásnak tűnik nekem, sajnos le van fóliázva, nem tudom megmutatni. Ez egy ultra matt rózs. Második nap nagyon-nagyon tetszik, amit látok. Ezek pirosító gyöngyök. Így néz ki. Nekem ilyen bronzosító gyöngyeim vannak az Avontól, nagyon meg vagyok velük elégedve. Már anyum is régen ezt használta, szóval tök jó. Médium színben. Harmadik nap egy 60 másodperc alatt száradó körömlak van a Movit árnyalatban, szóval valami májvásra kell számítani. Egy egész szép halvány rózsaszín. Kicsit ilyen szürkés. Negyedik nap egy glimmer stick van, egy csillámos ceruza a Mystery Mauve árnyalatban, szóval ez is valami hasonló szín lesz, igen, egy ilyen kicsit ilyen szürkésebb lilás rózsaszín. Ez egész pontosan amúgy egy side ceruza, szóval nem is olyan csillámos, mint amire én számítottam. Azt hittem, hogy ez egy szemceruza lesz. Ötödik nap az én kedvenc Avon termékem van, ez egy argánolajas hajszérum, vagy hajolaj. Így néz ki. Ebből rendeltem is magamnak újat, én mindig ezt használom, és hogyha nem használom, mint például múltkor pár napig, illetve hétig, amikor a gyerek eldugta előlem, egyből észreveszem a hajamon, hogy nem olyan szép és ápolt, mint szokott lenni, szóval én ezt tényleg nagyon-nagyon tudom ajánlani. Nézzük hatodikát, ami ugye nekem Mikulás nap. Úgy tűnik nekik is, ugyanis itt egy Lash Genius szempillaspirál van, Multitask and Multiply. A legfeketébb fekete színben. Hetedik nap egy jó nagy termék van, Skin So Soft Original, ez egy jojobás száraz olaj spray, 150 ml-es. Nekem is van egy ilyen termékem, ugyanez a méret, ugyanúgy egy testolaj, viszont az ilyen arany színű. Nem a legjobb az illata, de tényleg nagyon jó, puha és fényes lesz tőle a bőröm, én a lábamra szoktam használni. Nem tudom, mi a különbség a kettő között, majd megnézem. De ez szerintem egy tök jó termék lehet. A nyolcadik ajtó mögött egy Brow Boost van, ez egy szemöldök zselé átlátszó. 9-én megint egy glimmer stick van, ez most egy szem ceruza a brown black árnyalatban. Tényleg egy annyira sötét barna, hogy már-már feketének néz ki. 10-én egy relatíve drága termék van, ez az Anew Renewal Power Eye Cream, szóval egy szem környék ápoló protinollal, és ez egy 15 ml-es kiszerelés. 11-én egy számomra tök új termék van, én ezt eddig nem ismertem, de biztos, hogy nem új. Ez egy revitalizáló micellás víz, hialuronsavval és B3 vitaminttal az Anew kollekcióból, 50 ml-es, szóval nem full size. Nagyon-nagyon szívesen letesztelném én ezt a micellás vizet, hogy ennyi minden van benne, és nem csak egy tök normál tisztító vagy sminklemosó. 12-én egy Power Stay Lock van, ez 8 napig tart, akár 8 napig is. The Red One, szóval ez egy vörös
körömlak lesz. Hát annyira nem mondanám vörösnek, ez inkább egy terrakotta, egy nagyon szép őszi szín. 13-án egy rúzs van, Power Stay 16 óránál tartó folyékony rúzs, The Red One árnyalatban. Szóval olyasmi szín, mint az előző körömlak, sajnos nem nagyon látszik a matrica miatt, de ez egy vörös rúzs. 14-én egy arc smink ecset van. A dizájn mondjuk semmi extra. Sima fekete a nyele, és meglepően jó minőségnek tűnik. Ezt én például bronzasítóhoz, vagy pirosítóhoz használnám. 15-én bronzasító van, Bronze and Glow, a Warm Glow árnyalatban, szóval ennek elvileg valami nagyon szép fénye is kell, hogy legyen. Nekem nagyon-nagyon sötét, nagyon minimálisan csillámos, csak egyáltalán nem mondanám, hogy nagyon glow hatása lenne, mint ahogy írja, és ez nekem sajnos túl sötét. Persze attól függ, mennyire pigmentált. A 16-án A New Revitalist Day Perfecting Cream van, ez egy 25 faktoros tökéletesítő nappali arckrém proteinollal, és 15 ml-es, de a súlyából ítélve, meg a méretéből is, én azt hittem, hogy ez egy nagyobb kiszerelés. Maga a termék pedig így néz ki, egy üveg tégelyben van. 17-én megint egy glimmer stick van, ez is egy szem ceruza, és ez a Twilight Sparkle szín. Oké, ez egy ilyen csillámosabb, sötét kék, ha jól látom, igen. 18-án egy hialuronos rúzs van, a Hydra Mauve árnyalat, oké, ez már megint egy-egy májvás szín lesz. Nagyon-nagyon kis szép a tégeje. Itt látszik is a matricán, hogy ez tényleg egy egész szép szín. Ó, érdekes, ilyen kicsit ilyen cherry, ilyen cseresznyés illata van. Ez egy egész szép szín. 19-én megint egy ecset van, ezt most nem szeretném kibontani, ha nem baj, mert elég macera volt visszahúzni rá ezt a védőt. Láthatjátok szerintem, hogy itt egyenes, aztán így fölfele el van hajlítva az ecset. Itt egy nagyon-nagyon vékony sörte van, ez például ajak termékekhez van. A másik vége pedig, hát igazából szintén ajakra mondanám, csak a szélesebb, egy ilyen lapos ecset. A felirat amúgy azt írja, hogy ez egy precíziós ecset. Ugyanolyan fekete, mint az előző. 20-án ismét egy A New termék van, ez most egy újító Power Serum, ez is proteinolos, ez viszont nagyobb, mint az előző, ez 30 ml-es, és rendesen súlya is van, szóval biztos, hogy ez egy üveg. 21-én megint egy szebb pillaspirál van, ez engem meglepett, ez az Extravert Volume szempillaspirál, ez is a legfeketébb fekete színben. 22. nap egy parfüm próbánk van, egy női parfüm, az Attraction 10 ml-es. Egy ilyen sima üvegben van. Ó, és nagyon-nagyon jó illata van. Ó, de a kupaknak szörnyű a minősége. Va. 23-án egy fényes rúzs van, Spring Bring árnyalatban. Hát a matrica alapján ez egy eléggé erős rózsaszín. Bocsánat, Spring Bling az árnyalat neve. És elérkeztünk 24-éhez, itt egy 100 ml-es párna permet van, ez francia levendulás és kamilla eszenciális olajas. Most ezt meg akarom szagolni, nem hogy érezni lehet így is. Sajnos nem lehet érezni, vagy így esetleg. Azért vigyorgok most ennyire, mert gyerekkor illata van. Ah. Most nem tudom, miért érzékenyültem el, mert még csak nem is apámhoz köthető az emlék, hanem anyumhoz. Anyum meg még itt van, szóval...
Na mindegy, szóval sejtettem, hogy nem változtattak az illaton. Régen, még ovis koromban anyum eléggé avonos volt, és volt egy ilyen alvós spring, úgy hívtuk, és azzal fújta be anyum néha a dolgokat. Egyszer például a kezemet is, amikor leestem a kanapéról, és nagyon-nagyon fájt, azt hittük, hogy eltört, pedig nem. És akkor is azzal fújta, hogy kicsit úgymond megnyugtasson, és ugyanolyan illata van, mint 23, 22 évvel ezelőtt. Az azért durva. Hát ennyi lett volna az Avon adventi kalendárium 100 euróért. Én egy picikét drágállom, megmondom az őszintét, hogy én egy Avon naptártól nem vártam volna, hogy ilyen drága legyen, viszont azt is meg kell hagynom, hogy szerintem bőven megvan az értéke 100 euró, sőt, jóval több, mivel nem tudom, hogy régen milyen volt nekem, úgy rémlik, hogy az Avon az régen egy ilyen olcsóbb márka volt, de nem. Szóval például tudom, hogy már ez a hajolaj, ez akciósan 5 euró. Tudom, mert ugye rendeltem. A pirosító gyöngyöcskék 10x euróba kerülnek, az ényú termékek kifejezetten drágák, azok azt hiszem ilyen 20 euró körül vannak. A smink termékek szintén általában ilyen 10 euró környéke. Erre nem emlékszem, hogy mennyiért vettem, ez talán ilyen 3-4-5 euró volt, de biztos, hogy akciósan vettem, különben nem próbáltam volna ki. Egyértelműen több az értéke a termékeknek, mint ez a 100 euró. Nekem azért egy icipicit ilyen szedett velet. Nagyon hasonlóak a színek. Van benne kettő körömlak, amit én egy picit sajnálok. A micellás vízből igazán be lehetettek volna egy nagyobb verziót. Ahhoz képest kicsit sok szerintem itt az Ajak termék, pedig én amúgy szeretem az Ajak termékeket, tudjátok jól. Ahhoz képest, hogy az Avonnak azért eléggé sok terméke van, szóval itt lehetett volna lábápoló, valamilyen maszk, kézradír, tusfürdő. Például az Avonról nekem egyből a parfüm és a tusfürdő jut eszembe, és az viszont nem volt. Azt viszont muszáj megemlítenem, hogy én nem tudom, hogy a 12 naposban mik vannak, mert elképzelhetőnek tartom, hogy abban inkább ilyen spa termékek vannak, és ebben meg inkább sminkek, mint ahogy látszik. Nem biztos, ez csak egy ötlet, egy tipp. Na szóval összegezzük, mert össze-vissza beszélek. Szerintem ez egy egész jó naptár, én ezt ajánlom. Meggondolom, hogy megtartsam-e, bár szerintem nem fogom, mert 100 euró az 100 euró. Írjátok meg ti is nyugodtan a véleményeteket kommentbe. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!